És mi a véleménye erről egyébként? Hát nagyon jó, jó. Szuper. A körzetnek is, meg egyáltalán. Örült a házuktól néhány méterre épülő újházi orvosi rendelő hírének ez a szexárdi férfi, még a fejlesztéssel kapcsolatos tájékoztatót is segített kiragasztani a projektért felelős polgármesteri tanácsnoknak. Zaják Rita hétfőn kezdte el kihelyezni és a postaládákba dobni az Aliszka, az Allende és a Bem utcákban a fejlesztéssel kapcsolatos információs lapokat. Azt mondja, a projekt előkészítése jól halad. A polgármesteri hivatal munkatársai minden eddigi feladatot határidőre teljesítettek, így most az irányítóhatóság döntésére várnak. Beadtuk határidőre a pályázatot, a szükséges hiánypótlásokat a hivatal elkészítette és elküldte. Jelenleg a terület rendezésével kapcsolatos dolgok zajlanak, reméljük ezek is minél előbb be fognak fejeződni. A két rendelő itt ezen a most még füves területen épül majd meg. A tervezésnél fontos szempont volt, hogy a környéken élőket a legkevésbé zavarják majd az ideérkező betegek. Sőt, a tervek között az is szerepel, hogy a most még elhanyagolt területet pihenőparkká alakítják. Főként ehhez várják az itt élők javaslatait. Egy több ezer négyzetméteres területről beszélünk, és a rendelő épülete az körülbelül néhány száz négyzetmétert fog majd csak elvenni. A park megmarad, és azt gondolom, hogy egy minőségében sokkal színvonalasabb zöld felületet fogunk tudni itt kialakítani, ugyanis a pályázatban a park kialakítására is van 14 millió forint. A két új szexárdi házi orvosi rendelővel 4700 helyi egészségügyi ellátása válhat korszerűbbé.